Köszöntöm az embermese nézőit. Elfogadta meghívásunkat Beke Farkas Nándor, a száztagú cigányzenekar főtitkára, a Magyar Kultúra lovagja. Különös embermese bontakozik majd itt ki, hiszen nem csak az ő életéről fogunk beszélgetni, hanem a száztagú cigányzenekar érdekes megalakulásáról és mindennapjairól. Tartsanak velünk! Főtitkár úr, lovag, és hát elképesztő, hogy milyen tevékenység van ön mögött. Én megdöbbenve olvastam, hogy miután a száztagú cigányzenekart ön menedzseri, azóta megtöbbszöröződött a fellépéseik száma. Szóval őrületesen hatékony embere ön ennek a fantasztikus zenekarnak. De nem vágok a dolgok közepébe. Képzelj el, hogy én mindig azt gondoltam, hogy a száztagú cigányzenekar valami több száz éves múltra tekint vissza. És amikor fölkészültem, akkor megdöbbenve olvastam, hogy 1985 novemberében alakult ez a világ egyedülálló zenekara. Tehát azért, noha azért már ez egy komoly múlt, de hát mégsem olyan nagyon régi, mint ahogyan én gondoltam. De a hírnevük szerintem ennyi rövid idő alatt is világhírű. Mert hát ugye mindenhol játszottak már. Van olyan földrész vagy ország, ahol nem léptek még föl? Olyan földrész nincs. Nincs? De hogy visszatérjek a kérdésére. Már a megalakuláskor idézőjelbe sikere volt ítélve. Milyen szép ez a mondata, hogy sikere volt ítélve. Így van. Tehát az összes akkori nagy zenekaroknak a fényét beárnyékolta, és mint egyeduralkodóvá vált. Olyan érdekes, meséljen már nekünk a megalakulásról, hiszen ugye idősebb járóka Sándora a Prímás király temetésétől datálják gyakorlatilag a gondolatát a zenekarnak. Azt mesélte nekem főtitkár úr, hogy végül is nem derült ki, hogy kitalálta ki igazán, de hogyan is volt ez? Van egy ilyen tradicionális szokás a muzsikus cigány zenészeknél, hogy az utolsó útjára elkíséri a régi barátok, a régi zenésztársak. És ugye idősebb Járóka Sándor meghatározó egyéniség volt, és sajnos elköltözött. És nagyon sokan úgy gondolták, hogy el kell menni az utolsó útjára, akármilyen kis múlt kötődött hozzá, és hát nagyon sokan voltunk, és nem tudom már, hogy ki, de senki nem tudja, hogy kinek volt ez az ötlete, de az biztos, hogy ott egy pár emberbe felötlött az, hogy hát nézd meg, milyen sokan vagyunk, és mennyi jó hány muzsikus van itt, akik nagyon jó tudással rendelkeznek. Kéne nekünk is csinálni egy olyan zenekart, egy nagy zenekart, egy színpadi koncertképes zenekart, amely nem csak ilyen időben, amikor szomorú egyébként a muzsikus társadalom, hanem csináljunk valamit. És akkor elkezdték, azt már tudom mondani név szerint, hogy Berki László, aki egyébként az örökös művészeti igazgató, Boros Lajos, az örökös főprímásunk, Mészáros Tivadar, Banyák Nándor, tehát többen voltak akkor, akikben felötlött ez, hogy meg kéne csinálni, és akkor toboroztak
az összes jó zenekarokból a legjobbakat, kiválóságokat. És hogy reagáltak erre a muzsikusok? Hát szerintem ezt a szellemi űrt, ezt mindenki már érezte, és talán önben is azért volt ez a gondolat, hogy ez már nagyon régóta, mert ez nagyon régóta kellett volna már lenni egy ilyen, ugye, mert a Rajkó zenekar volt, meg van, de az mégsem úgy igazából úgy működött, hanem inkább az egy tehetség gondozó, tehetséget ápoló, és az életre való nevelés, tehát hatalmas nagy szerepe van, és ma is a legjobb muzsikusok 80%-a a zenekarunknak a régi rajkósokból van, de hát ők már 60 évesek is elmúltak talán. De viszont ez egy profi zenekar, ahol nem tanításról szólt az egész, hanem egy szimfonikus összetételű zenekar, mindegy szimfonikus zenekar, és olyan műveket játszanak, amit egyébként bármelyik klasszikus szimfonikus zenekar játszik, csak itt más hangszerelésben adtuk elő, más arrangement ment, és hát ugye cimbalomra nem nagyon írtak műveket, ha bár van Kodálynak is, meg több olyan zeneszerzőnek, amiben cimbalomra is van írva. És Rácz Aladár ezt világhírűvé emelte. Hát ez így van, Stravinsky, amikor saját maga a nagyművésznek írta. Egyébként Kossuth díjas, Rácz Aladár és cigány származású volt. Igen, igen. Fantasztikus ember volt. Még a hangját is olyan megdöbbentő, olyan égi figura volt ő szerintem. Így van. Ugye? Így van, mintha így valami nem is földi lény lenne, hanem egy angyal. Nagyon kedves valaki. Igen. Egy teljesen. És tehát, hogy visszatérjek, ez a zenekar meghatározó lett a magyar zene életbe, és aztán a külföldi. Aztán a világzenei életében van, is. Főtitkár úr, én azon gondolkodtam, hogy a magyar cigányzene tényleg egyedülálló a világon. Mi magyarok szeretjük azért ezt hangoztatni, de azt hiszem minden nemzetre jellemző, hogy azért szereti verni a mellét, meg a büszkeségeit mondogatni, és mi azért arra is hajlamosak vagyunk, hogy bebizonyítjuk minden hollywoodi színészről, hogy valamikor magyar származású volt a nagypapája, vagy valamelyik őse. Nem csak a száztagú cigányzenekarra gondolok itt, hanem magára a magyar cigányzenére. Hát azt hiszem, nincs ilyen a világon. Ez így van. Nincs ilyen a világon, mert az összes világ cigányai, azok mind a magyar cigányokat ismerik el a legjobb muzsikusoknak. És valamire való világ cigány muzsikusa, az mindig úgy vezeti vissza az ő őseit, hogy valahogy egy magyar vérvonalt találjon. Tehát ez nem csak Hollywoodban van, igen, hanem ez bárhol. Hanem visszafelé is működik, de miért lehet ez? Benne van a magyar cigány muzsikusok genetikájában ez a különleges képesség? Vagy apáról fiúra száll? Tehát itt átörökítik ezt a tudást? Ez máshol is így van. Hát bennünk van egy plusz. Nem tudnám igazán megmondani, mert az orosz cigányzenészek, a románok, a franciák, a németek, a spanyolok mind nagyon jók, de mégis ők azt mondják, hogy a magyar cigányzenészek a legjobbak. Igen. Van valami. Tudja, főtitkár úr, van Márai Sándornak egy olyan írása, amely a Tündériről és a remekműről szól. És Márai gyönyörűen leírja, hogy remekművek a világ minden táján születnek, ezek tökéletes szakmai tudást jeleznek, pontosan kivitelezettek, szakszerűek, és felsorolja a remekmű kritériumait. Majd azt mondja Márai, és van a Tündéri, ami nem biztos, hogy olyan tökéletesen kivitelezett, de az utolsó ecsetvonást az Isten végzi el rajta. És azt hiszem, hogy talán ez jellemző a magyar cigányzenére, hogy ott van valami plusz, ahogyan mondta, van valami isteni többlet. Ha magyar cigányzenét hallgatok, akkor valami
mélyen gyökerező ősi szomorúság is vegyül bele. És azért mi emberek szeretjük ezt a sírva vigad típust, nem? Hát így van, sírva vigad a magyar. ez évszázadok óta így van. Valóban, amit Márai ír, hogy ez átfordítva a muzsikus világra, a mi világunkra, egy két duna keringőt a bécsi filharmonikusoktól meg lehet hallgatni, és az a precizitás megvan. De az a plusz, ahogy mi másképpen, tehát nem rosszul, hanem másképpen játsszuk, más életfelfogásban, más lelki világgal, lehet, hogy nem olyan pontosan, de ott van az az isteni ecsetvonás a végén, ezt megveszem ezt a kijelentést, és hát dicsőség az Úrnak ezért, hogy nekünk egy ilyen pluszt adott magyar cigány zenészeknek, hogy ebben is ki tudjunk tűnni az összes bármelyik muzsikustól. Egyébként érdekes ez, mert amit mondott, nagyon jó a példa, hogy ugye a bécsi filharmonikusok fantasztikus, meg világrangú, de egy olyan túl steril. Kiáll a 100 tagú cigányzenekar, és az a mélyebb érzelem, vagy ez az ősi valami, amit fölhoznak mélyről, azt érzi az ember. Ahogyan, ha megnézek egy balett előadást, meg Lakatos Gabriella, ahogy táncolt, ott a Lakatos Gabriella hozott valamit, amitől ő megint csak egyedülálló volt. Ott olyan virtuózitással és többlet érzelemmel tudott táncolni, hogy az ember a mai napig elájulva látja. Így van, pontosan, tehát más a genetikai kódolás. Igen. Na most ugye a 100 tagú cigányzenekarról beszéltünk, hogy érdekes volt a megalakulása, és hát úgy tudom, főtitkár úr azt mesélte nekem, hogy olyan három ember is magáinak mondja az ötletet, de igazából már ez legenda, hogy végül is kitalálta ki. Nem foglalkozik már senki se ezzel, hogy most kinek, a lényeg, hogy van. Kinek van titulálva. Igen. Már hallottam én egészen nagyon távoli dolgokat is, hogy alakult meg ez a cigányzenekar. Nem lényeges. Nem lényeges. A lényeg van, az, hogy van, és nem fent volt fog még maradni olyan. Nagyon-nagyon sokáig. Nagyon még. Sokáig. Persze erről a főtitkár úr nagyon komolyan gondoskodik, mert hogy ugye létrehozta az ifjúság számára egy új tagozatot. Így van, a 100 tagú cigányzenekar ifjúsági tagozatát 5 évvel ezelőtt alapítottam meg azokból a fiatal zenészekből, akik még maradtak, mert 28 éves a zenekar, ugye, és az 5 év előtti 23 évben rengetegen kirepültek úgy, hogy megtanultak muzsikálni, feltöltöttek, és mint ugródeszkának, ha bár ez nem baj, ugródeszkának használva a zenekart, és több olyan helyre el tudtak jutni, külföldön, és meghatározó művészek lettek, és én ezt szeretném megakadályozni ezzel, hogy egy csokorban, igen, az értékeket tartsuk itthon. Hát igen. De ez mindenre vonatkozik, tehát akár az orvosokra, igen. Akár az ügyvédekre, igen. De lehet a cigányzenészekre is, vagy bármilyen művészekre. Mert nekünk itt van a hazánk, és itt tudjuk a legjobban értékesíteni az értékeket, úgy közreadni, hogy amit játszunk, amit csinálunk, az közhasznúvá váljon. Elmennek a világba, elviszik a hírünket, de hál' Istennek hazahozzák a dicsőséget. Ez így szép ez a folyamat. Ez így van. Hát most csak egy példát, hogyha van egy kis faluban egy szegény cigány családból egy tehetséges fiú, és ott valaki észreveszi azt a faluban, hogy nagyon jó adottságai vannak, aztán felkerül Pestre, mert valaki segíti őt, orvosira megy, akár kimegy még külföldre, mesterkurzusokra, és utána azt, amit megtanult, azt visszamegy abba a kis faluba, vagy Budapestre, és azt, amit tanítottak neki, és amit segítettek azelőtt, azt visszaadja azzal,
hogy egy olyan tudással rendelkezik, gyógyít, vagy lelkeket gyógyít, mindegy, de itt kamatoztatja. Tehát ezt szeretném én is a zenekarban a fiatal tagozatnál, és 35 tagú a zenekar, egyelőre még 17 és 35 évesek a fiatalok. A következő 10 évben ezt leszeretném ezt teljesen redukálni, 12 és 22 év közé. Ehhez sok munka kell, kellenek olyan motivációk, amit a gyerekeket itt marasztalja. Elsődlegesen is az, hogy a legjobb muzsikusoktól tanuljanak, rájöjjenek a kulisszatitkokra, belekóstoljanak a sikerbe, a rivaldába, és ezért is külön zenekarként, külön menedzselem őket, és külön vannak tanítva is. Tehát a zenekarnak a szólistái tanítják őket, és mint így egy külön zenekart alkotva már nagyon sok fellépésük volt, sőt elkészítették már az első CD-jüket is, és velünk is járnak, tehát mondjuk a 60. sorba ülnek, amikor 100 tagú zenekarban fellépnek, tudják azt, hogy ha van egy nagy produkció, akkor nem van biztos, hogy ő nekik szól ez a taps, csak úgy ámblok megkapják. Igen. De amikor vannak 20-25-en, 30-an, és csak ők vannak, és a nagy ágyuk nincsenek ott, akkor tudja, hogy a Kovács Pisti kapja ezt. Így van. És előbb-utóbb ő is nagy ágyú lesz, ha kitartóan dolgozik. Így van, így van. Tehát bele kell szoktatni őket, és a legfontosabbnak tartom az utánpótlás nevelés, mivel ők lesznek a jövő nemzedéknek a zenészei, és hát a gerincét ők fogják egy 10 év múlva alkotni a zenekarunknak. Na most hogy lehet bekerülni a 100 tagú cigány, most nem a fiatal utánpótlásokra gondolok, hanem a 100 tagú cigány zenekarba. Mi van akkor, főtitkár úrnál lehet jelentkezni? Lehet nálam is bárkinél lehet jelentkezni. És meg egy portfóliót Igen. hoz magáról? Hát általában azért mi ismerjük, tehát szűk kör ez. Természetesen mindenki előtt nyitva áll a zenekar, és nem csak cigány származású, mert két olyan művészünk is van, aki az első idők óta, mint ahogy én is 28 éve az első igen, próba igen. óta. Alapító tagja. Alapításnál ott voltam, inkább így finomabban fogalmazva, mert erre az alapító tagok nagyon érzékenyek, Értem. Hogy hát igen. én az alapításnál igen. ott voltam az első próbától kezdve, mint a két kollega is. Tehát mai napig is. Itt vannak a Zombori András, a második hegedű szólamba, a dr. Kohó György, aki egyébként jogász, ő meg csellista, már nem jogász, de tehát itt van, és még vannak, meg voltak is, tehát nem cigány származásúak, tehát ez soha nem volt nálunk kérdés. Aki annyi ambíciót érez, hogy erre el tud hivatni, hogy ezt a fajta zenét játsza, annak bármikor. Visszatérve a kérdéséhez, tehát nyitva áll, és ajánlásokkal. Értem. Tehát, hogyha az egyik kollega azt mondja, hogy tud egy nagyon tehetséges fiatalt, vagy egy másik kollega mondja azt, hogy... Mert olyan is van, hogy éppen valakinek megszűnik a munkája, vagy külföldről hazajön, és nem tud elhelyezkedni. Nagyon sokszor így szociális érzéssel segítünk, hogy jöjjenek, és pláne, hogyha egy jó szakmabeli kollégáról van szó, hogy valahogy áthidalja a telet, és akkor mint így külsős erősíti a zenekart, meg így legalább van neki és a családjának is valami megélhetése. Tehát ez nálunk a zenekarban, ez nem kérdés. És hát azért valljuk be őszintén, azért egy rang a 100 tagú cigányzenekarhoz tartozik. A 100 tagú cigányzenekarhoz szóval azért legyen rá büszke. Rang volt, így van. Mindig rang volt ott lenni és közreműködni, de most 138-an vagyunk.
És egyre a 100 tagú cigányzenekar 138-an így vannak. Van, egyre több fiatal ember jön. Az nagyon jó. Ahogy a felső iskolákat, akár főiskolát, vagy egyetemet végeznek, tehát a Liszt Ferencről, hogyha jönnek, akkor megtalálnak minket, visszatalálnak a gyökerekhez. Lásd, amit előbb mondtam, igen, ugye az orvossal kapcsolatosan, hogy visszatalálnak, és ezzel erősítik a zenekart, mert új és friss erő, sokkal képzettebbek már, igen, ők. Igen, mind a... hiszen egyetemet végzett emberek. Így van. Nekünk akkora nem volt muszáj. Nem azt mondom, hogy nem lettünk volna rá képesek. Bizonyítja az életünk. 30-40 éve ezelőtt, de van, akkor nem kellett, ugye, most ha magamról beszélek, vendéglátó egységekben, hotelokban, éttermekben játszottam, a legelőkelőbb helyeken. Oda elég volt a tárgyi tudás, nem kellett papír hozzá. Volt nekünk egy kategória vizsga az OSK által, és Országos Szórakoztató Zenei Központ által volt ez, és nem kellett több. Érettségi kellett hozzá, és kész. Viszont ma már mindenhova kell a felsőbb iskolai végzettség, és ezek a gyerekek már rendelkeznek vele, és olyan tárgyi tudásuk van, sokkal megalapozottabb, mint a miénk. Viszont ezt a zenét ugye kicsit távol van tőlük, de a vérükben benne van. Tehát nagyon hamar tanulnak, és rájuk lehet bízni most már egyre többre is, akár már a nagy zenekarba is, tehát hogy szólót játszanak. Igen. Na most említette főtitkár úr az előbb a szórakoztató ipart. Hogy van az, úgy fölmerült bennem a kérdés, hogy régen annyi olyan igen klasszis úri mulató volt Budapesten, meg szerte máshol is, ahol cigány muzsikusok játszottak. Én is voltam olyan helyen, ahol játszott a zenekar, és egy hihetetlen atmoszférát teremtettek annak a helynek. De ma már én nem is tudom, hogy van-e olyan, nyilván van, csak én nem tudok róla, hogy miért van ez úgy veszendőben, vagy miért tűntek el ezek a helyek? Nagyon jó kérdés. Hát legelsőnek is a... Hát a tulajdonosokra hárítanám. Uh-huh. Ez takarékosságból, mert egyből a zenekart kell leépíteni ő szerintük. Nem jó ötlet szerintem. Persze, mert pont az adja meg a feelingét a helynek. Hát attól lesz olyan jó ízű az a hely. Igen, hála Isten azért még vannak cigányzenés helyek, ahol élő cigányzene van, de a többségük sajnos a régi patinás. Igen. Vendéglők, éttermek, azok megszűntek. Hát régen volt sok olyan vendéglő, ahol a melós, amikor végzett szombaton vagy pénteken, akkor el tudott menni este, megvacsorázott, megívott valamit, aztán még húzatott is a primással, és nyugodtan ment haza, lefeküdt, és el tudta mondani azt, hogy van neki szórakozása, magánélete, és boldog. Ma ezek a melósok nem tudják megtenni, mert nagyon drágák az éttermek. Így van, igen. És olyan, nem is tudom, milyen találmányok kerülnek a ilyen nagy tányérra, egy ilyen valami pici, meg mit tudom. Hát a magyar ember nem, nincs ilyen nagy hóbele van szokhoz. Képzelj el, főtitkár úr, én nem vagyok egy nagy evő. Beültem egy fiatal festőművész lányjal egy két héttel ezelőtt egy klassz étterembe, meghívtam ebédelni, és én bizony éhes voltam már. És ugyanígy jártam, hogy kihoztak egy ekkora tányért, és középen valamit. Tiszta ételt kértem. Hát bevallom férfiasan, hogy éhes maradtam. De hát arra nem volt már pénzem, hogy még egy adag valamit kérjek, úgyhogy gondoltam magamban, hogy na hát ez jó lecke volt. Tehát én is így jártam. Egyébként én voltam olyan híres budapesti étteremben, ahol régebben mindig volt cigányzene,
úgy játszottak, hogy könnybe lábadt az ember szeme, tehát a könnyeimmel küszködtem, olyan vérbeli igazi muzsikus. Hát ha ma elmenne egy ilyen helyre, ugyanezt tapasztalnál. Igen, biztos. De most már, és emlékszem rá, hogy bejött egy izlandi fiatal csoport, oda mentek a muzsikusok, rendeltek tőlük, és egy Beatles nótát, a jelztüdét kérte az izlandi csapat, és a magyar cigány muzsikus az izlandiaknak a jelztüdét játszotta. Mindent. Szenzációs volt. Egészen döbbenetes volt a kultúrák találkozása és keveredése, és hát őrületes nagy sikerük volt. Nem olyan régen jártam ugyanebben az étteremben, és egy ilyen gépzene dübörgött, sehol cigány muzsikus, egészen más volt a hely. Tehát már nem az. Csalódást okozott. Ez sajnos ez most már tendencia. Nyáron azért megnyílnak olyan, egyébként ami csak így a nyári idényre, azzal több lehetőség van a muzsikusoknak. Nyáron ugye Balatonon vagy külföldön meg indulnak a hajók, azok a nagy tengerjáró hajók, ott elég sok muzsikus jár. De egyébként ilyenkor télen nagyon nehéz, és egyre többen vagyunk mindig, tehát most nem is tudom, hogy hányan vagyunk. De tehát ez akár lehet úgy is mondani, hogy jöhetnek melegedni azok, akik éppen fáznak. Igen, na ez nagyon kedves ez a mondat. A Száztagú Cigányzenekarról beszéltünk, és ez egy, hát beszélgethetnénk róla nyilván még órákat, mert lenne rengeteg mesélnivalója, de beszélgessünk a főtitkár úrról. Említette az előbb ezt az Országos Szórakoztató Zenei Központot, aminek úgy tudom, hogy az ön nagypapája volt az osztályvezetője, így vagy van. A népzenei osztályvezetője, Beke Farkas Gyula. Így van, Farkas. Főtitkár úr muzsikus családba született. Úgy tudom, hogy már 6 évesen hegedült. Így van. Na most álljunk meg itt egy szóra. Hogy van ez, hogy a kezébe adják a hegedűt? Szóval egy muzsikus családba beleszületni, ott természetes, gondolom, a zene szeretete, meg hogy az ember magába szívja. Hát igen, a zene szeretete az mindenképpen, nem mindenkiből lesz ugye muzsikus. Még hát erre voltam kíváncsi, hogy mit lesz. Mond erre, hogy nyilván hát azért ezt, de az, ezt hogy nem megy erőből. 6 éves koromban kaptam a hegedűt, én még azért elég későn kezdtem. Későn? Persze. Hát az én fiam, az 3 éves korában. 3 évesen? Persze. És gondolom, hogy úgy nyúl már a hegedű, és aranyos kis hegedűket adnak a gyerek. Ez annyira szép. Sőt, van olyan, amikor 3 hónapos volt, már ilyen kis hegedűje. Igen. Volt neki. Van fénykép róla. Mit szólt volna, ha eljátszik valamit? Hát egy darabot. Nem tudta, hogy miről van szó. Tulajdonképpen tényleg hegedűvel jönnek a világra, szóval ott már annyira, szerintem olyan természetessé válik a hegedű az életükbe, hogy hát láttam cigány muzsikust, úgy játszik a hegedű, mint hogyha tényleg azzal született volna. Hát így van. Hát általában a fiúkat a muzsikus... Tényleg van lány cigány muzsikus? Van. Igen? A zenekarban is. Zenekarban is, volt. De hát azért nem olyan sokan nyilván. Hát nem olyan sok, uh-huh. De azért most is van. Például a menyem is ott van. Az cselló tanár. Mert hogy a fia hegedűművész lett. Ő hegedűművész, és akkor, amikor éppen van neki szabad ideje, akkor eljön. Akkor beugrik. Így van, és akkor... erősíti a zenekar. És a lánya? A kislányommal elkezdtem, amikor pici volt, úgy szintén a hegedűt, aztán megpróbáltuk a csellót, de aztán végül is nem lett muzsikus. Nem baj, hát de, van, hál' Istennek de a persze, családban. Persze, de általában nálunk a fiúk, és ott van, ahol lány a zenész, ott általában nincs fiú. Értem. Na most ez hogy beszélgessünk már erről? Főtitkár úr 6 évesen kezdett hegedülni, azt mondja, hogy későn, mert hogy ugye már a kisfia 3 évesen. Hogy a papa ilyenkor elkezd foglalkozni, vagy úgy rávezetik finoman, vagy gyakoroltatják? Hogy hát, hogyan játékosan, van ez? Játékosan. Hát mondjuk, hogy egy 3 éves játszik. Gyerekkel játszik a hegedűvel, igen. Aztan lassan megszólal a kezébe, rájön az, hogy hangot is... Örül, igen. Igen, és akkor én például a fiamat a térdemre ültettem, a vonót azt tudta így húzogatni, én meg így a bal kezemmel a dallamot, így rátettem az ujjamat a húrra, és ő meg húzta a vonót.
és tudta, melyik húrra kell tenni. Volt sikerélménye. Igen, és hát egyre több volt ilyen alkalom, és több számot is. Aztán elénekeltettem vele, aztán eltapsoltattam vele. Tehát minden csak gyerekessel, játékosan. Igen. Már 5 éves korában már zeneiskolába vittem. Szenzáció. Volt olyan a főtitkár úr életében, amikor úgy érezte kisgyerekkorában, hogy nem gyakorolok. Mert mondjuk mennyi gyakorlással jár ez naponta? Igen. Hát ez attól függ. Hogy éppen mire készül az ember, tehát milyen nehéz anyag van, de mindig a tehetségtől függ. Van, akinek 1-2 óra elég, van, akinek 6-7 óra Értem. Nem. Értem. Tehát jó, hogy a szorgalommal nagyon sok mindent Bizony. Be lehet hozni, de a tehetséggel nem lehet bírni. Ugye az olyan, mint amikor a vízbe lenyomják a labdát. Igen, az mindig az fölbukkan. Tehát a tehetség az tehetség, de természetesen kell hozzá szorgalom. Uh-huh. Volt nálam, igen, amikor ilyen gitáros éveket szerettem volna. Igen, hát nyilván egy ilyen kamaszos évvel igen, beindul ez is. Igen, volt a lázadó természetem, és akkor kaptam gitárt, aztán végül mégiscsak azt mondták, hogy jobb, hogyha maradok a hegedűnél. Mondjuk gitározni mégse tudtam megtanulni, csak nagy vágyam volt. Igen. Mindegy, azt, de viszont azt ilyen... nagyon sajnálom. Hogy... Igen? Igen. Mai napig is sajnálom. Hogy... Hát, főtitkár úr, azt mondom, hogy sem nincs soha nincs késő. Na, most ezt akartam az előtt kérdezni, hogy hány órából áll az ön napja? 24-ból plusz az éjszaka, nem? Hát, körülbelül 6-7 éve ott van a szekrénytetén a gitár, amit vettem, hogy majd gyakorolgatok, játszik. De nincs rá időm. Hát én ilyen 24 órás szolgálatban vagyok. Tehát nem ilyen, is, ugye, mert ugye muzsikus, játszik is a zenekarban, közben igazgatja a zenekart, és hát a működése alatt, amit mondtam is az elején, nem is, megduplázta a 100-tagú cigányzenekar koncertjeit. Tehát azért itt azt gondolom, hogy itt van egy vele született olyan üzleti képesség, amit vagy tud az ember, vagy nem. Ezt például nem lehet tanulni szerintem. A Jóisten kegyelméből igen, kaptam. Hát ez, igen. És... az ő vezetése által olyan helyeken próbálkozok, és olyan személyekkel tárgyalok, akiket meg tudok győzni, és olyan előnyös szerződéseket tudok írni, ami a zenekarnak a legjobbat adja. Most az utolsó, a tavalyi év utolsó negyed éve az nagyon mozgalmas volt. Hát nem is értem, hogy csinálják. Őrült nagy külföldi fellépések, ugye a Zeneakadémia, hát azért ezek hát ezek az nagyon... nagy dolog volt, hogy a Vadonatúj Zeneakadémiába be tudtunk kerülni. Professzor Batta András rektor urat, akkor a rektor volt a Zeneakadémiának, és a fiamon keresztül a fiamat jól ismeri, mert a fiam is ott végzett a Szentendrei Miklósnál, és bátorkodtam felkeresni őt, hogy szeretnék a zenekarral bekerülni az Vadonatújba, és még ha lehet, akkor még a 2013-as évbe, és hát nagyon örült a professzor. Igen, úgy tudom, hogy barátként váltak el így van, egymástól. Így van, és megtartottuk azt november tudom, 24-én. Hogy főtitkár úr mesélte nekem, hogy azért más szellemi odafigyeléssel készültek hát, a tagok. Hát ez a helyiség szelleme. Így van, amikor kiálltunk és próbáltunk, akkor elmondtam a zenekarnak, hogy remélem mindenki tudja, hogy hol van. Igen. Itt a zene katedrálisában. Így van, a szentély. Igen, igen. A Zeneakadémia az egy muzsikusnak, egy magyar muzsikusnak az a szentély. És olyan elődök, mint Kodály Bartók, vagy voltak itt Dávid Osztáktól, Rostropovicsik, meg a legnagyobbak. Itt futott a hidegre. Hát, hogy úgy szelleműjenek át, és meg kell mondanom, hogy ez nagyon sikerült az embereket így szellemileg is belevezetnem abba, hogy nagyon odafigyeljenek, mindenki koncentrált.
és mindenki a legjobbat adta magából. Tudom, mert tudok viszonyítani, muzsikus vagyok. Tudom azt, hogy 2 héttel ezelőtt ugyanazt a számot hogy játszotta, meg azt is jól játszotta, persze, de ezt most még jobban. Igen, igen. Itt volt az a bizonyos ecsetvonás, igen, az a bizonyos plusz, igen, hogy át tudott szellemülni. Októberben előtte egy kínai turnén voltunk, Hongkongban, Sánkhájban és Pekingben. Kínába gondolom nagyon vevők erre. Csú, hát ott, hát meg ott akkora termek vannak, de hát ott... Ja, jó az életük azért, nem? Jó sokat kell utazni. Jó sokat, igen. Igen, jó az életünk, mert azt csináljuk, amit szeretjük. Tehát a hivatásunkat gyakoroljuk. De most mondjuk Kínába hogy jutottak el? Tehát ez a főtitkár úr veszi föl a kapcsolatot az ottaniakkal? Nem, hanem... meg is hívják, tehát nem, hát én már az itthoni dolgom, amikor már onnantól elindul, van nekünk egy menedzserünk, ami 19 éve a nyugati szférát, a külföldet ő intézi, egy francia ember. Enyém a határon túl, és a magyar. Értem. És elvitt már minket Japánba is, tehát voltunk mi már Ázsiába, és egy cseh menedzseren keresztül, tehát ez egy elég hosszú folyamat, aki intézte nekünk, hogy menjünk oda játszani, és az itthoni kapcsolataimat felhasználva a kínai nagykövetségen van ismerős, és akkor, de még ott is azt mondták, hogy na hát ennyi útlevelet, hát mondom, épp ti mondjátok azt, hogy ilyen sok útlevél, tehát abban segítettek, hogy gyorsan minél előbb meglegyenek a vizumok, meg a hozzátartozó dolgok, amit kellettek. Itt a hangszert például, mert ugye tudom, hogy a zenészeknek, hát ezek nagyon előre értékes. Előre elviszik. Így van, előre elvitték. Nyilván nem a gépen utaznak a hangszert. Igen, 2 héttel előre elvitték, aztán... Szóval, hogy gyakorolnak itthon másik hangszeren? Hát vannak, hála Isten, több hangszerünk van, és nem okozott gondot. Amúgy 6 cimbalommal játszunk általában, meg 12 nagy bőgővel, meg 10 csellóval egy koncerten. Hát ez egy intézmény, már csak ezt mozgatni, ezt a rengeteg hangszert. Hát igen, és mondjuk van, ha akkora, mint például a kongresszusi központban, akkora színpaddal rendelkezik egy koncertterem itthon, akkor én... úgy hirdetem, nem mondok listát, hogy most ki jöjjön és ki nem, hanem aki tud, jöjjön. Most 117-en voltunk a kongresszusi központban december 30-án. Igen, tudom, nagy koncert. Tehát aki él és mozog, jöjjön, ha elfértek, akkor gyertek. Persze, hát ha mondjuk a vidékre megyünk, vagy külföldre, akkor muszáj a százat betartani, igen, mert nem férünk el kényelmesen, akkor nem lesz a kollégának szoba, nem jut neki, tehát azért ott be kell tartani. De amúgy itt Budapesten bárki, aki... Tudom ugye, hogy itt van a 7. kerületben a székházuk, és jól is érzik magukat, illetve hát az erőművházban próbálnak mindig. Így van, és köszönet ezért személyesen a Vattamány Zsolt polgármester úrnak. Polgármester úr nagyon pártfogolja önöket, és nagyon jó a kapcsolatuk, úgy tudom. Így van, élvezzük a bizalmát, és az Erzsébetvárosi Polgármester Hivatal az első számú kulturális támogatónká avanzsálódott, amióta itt vagyunk, nagyon jó a kapcsolat nem csak a polgármester úrral, az ő munkatársaival is, és a kulturális osztályon dolgozók, Kalis, és nagyon sokszor felléptünk már a kerületnek a rendezvényein. Hál' Istennek, a mi örömünkre. Így van, hála legyen az Istennek. És most legutóbb, amit említettem is a Zeneakadémián, ott felkértem a polgármester úrt fővédnöknek. Gondolom, nem ellenkezett. Nem, nagy tisztelet volt.
a részünkről, hogy elfogadta, és megnyitotta, és mondott beszédet, és méltatta a zenekart. És hát igazán tényleg nagyon jó a két intézmény között a kapcsolat, és hát szeretném, hogyha a továbbiakban is az Erzsébetvárosi polgármester hivatal ugyanúgy tudna minket a kulturális vonalon támogatni, mi meg a másik oldalon mindent megteszünk azért, hogy, hát hogy azok a műsorokat színessé és színvonalassá tegyük a mi fellépéseinkkel. Igen, igen. Ott úgy legyen. Tudja, főtitkár úr, én is a kerületben élek, én nagyon, nagyon szeretek itt élni, és büszke vagyok arra, hogy ebben a kerületben élek, és én azzal is vagánykodtam, hogy itt van a Száztagú cigányzenekar is egy baráti körben, én mikor ugye megtudtam, akkor mondtam, hogy hát azért a Száztagú cigányzenekar is a mi kerületünkben működik, meg próbál, tudja, azért ez egy nagyon jó dolog, és büszkék vagyunk. Tudom, hogy színházban az Experience-szel is ugye szó szerint fergeteges produkciójuk van, mert hogy ez a darab címe is. Nagyon sokoldalúak. Azt, hogy most ez más dolog, ugye, mert itt egy koreográfiára dolgoznak meg egy táncegyüttessel együtt. De az, amikor föllépnek, ki határozza meg, vagy kik állítják össze a programot? Mert ugye a klasszikusok őrületes nagy palettáját játsszák. Hát, hogyha olyan felkérés van, például, mint az Experience-szel, akkor, hát akkor amit kitalálnak a táncosoknak akkor ott az. Igen. De hogyha van egy olyan felkérés, ami most decemberben is volt, 3 előadásunk, 2 Prágában és 1 Pozsonyban, például a világhírű Alekszandrov. Igen, az orosz. A Vörös Hadsereg zenekarral, 120-an vannak ez ők meg. Őrületes produkció, meg a giga produkció. Hát ez az volt, és ott meg ugye, hát mindig a megrendelőtől függ, Igen. Hogy mit szeretnének. Hát ugye úgy, mint az étlapot kiteszik az étterembe, ott van a mi repertoárunk, és azt mondják, hogy ezt szeretnék. Akkor ránk bízzák, vagy hogy mit tudunk közösen játszani. Vagy most legutoljára volt a Lendvai József és a Robi Lakatos, hát ott is meg kellett felelni a közös produkciónak, hogy jó legyen, de régen voltak még olyanok is, hogy Zámbó Jimmyvel. Szóval egészen elképesztő, tehát tényleg alfától az omegáig mindent tudnak. Na de hát profi muzsikusok nyilván. Hát így van. Tehát van egy tévhit, hogy a Száztagú cigányzenekar nem kottából játszik, akkor nem kottából tanul. Hát a Száztagú cigányzenekar az kottából tanul, a próbákon úgy sajátítja el az összes művet, hogy kottából. De viszont, és itt van az unikális, ami a világon egyedülálló, hogy mindent fejből játszunk már, 2-3 órás előadásokat és nagy számokat, hosszú számokat, tehát ebben egyedülálló a zenekar, nem csak abban, hogy ugye ekkora nagy formátum. Igen. Ez sok mindenben rekord ez a zenekar. Így van. 2000-ben be is kerültünk a Guinness. A Guinness rekordok, igen, olvastam. Hát méltán megérdemlik abszolút. Hát ez megint csak azt hiszem magától értetődő az önök esetében. Így van. És decemberi hónap az, hogy mondjam el, mert nagyon gyümölcsöző volt, és nagyon sikeres volt a zenekarnak az életében. Csak ha azt mondom, hogy voltunk Bécsben, Prágában, Pozsonyban, Athénban, Lendván, Ljubljanában, Dunaszerdahelyen, aztán Kecskemét, Dunaújváros, Békéscsaba, Sopron. Őrület. És ugye Budapesten zárták az évet, a kongresszusi központban volt ez a nagy, egészen megdöbbentő. Emlékszik arra főtitkár úr a legelső igazán nagy koncertjére a Száztagúnak, a 85, a megalakulásuk után, hogy mi volt az, ami úgy egy átütő siker volt, vagy amikor azt érezték, hogy na hát azért ez már nem semmi. Szerintelenül én úgy érzem, hogy mindegyik nagyon
Igen. Sikeres volt. Hát ahogy mondotta, ugye sikere volt ítélve megalakulásakor. De azért ki lehet ragadni például a lisszaboni világkiállításon, mi nyitottuk meg. Hú. Tehát ez egy akkora dolog volt az életben, igen, nekünk, hogy vagy voltunk Tunéziába, vagy legutóbb voltunk olyan helyen, ahol például egy hajón, és végig mentünk az égei tengeren, és ott olyan közönség volt, hogy mondjam, a tehát egy magas rangú, igen, vendégek voltak, akik társadalmi és politikai befolyással bírnak, és hát ott nagyon nagy elismerés volt, hogy neveket nem mondjak, de bármelyik előadásunk, nekem most a zeneakadémiai volt a legnagyobb, igen, rang most az utóbbi, igen, években, igen, és a legjobban sikerült, az viszont most a Kongresszusi Központban december 30-án. Hát mondhatom, jól zárták az évet. Így van, így van, abszolút, de már most 5 koncert már a hátunk mögött van. Jaj. És jövő héten megutazunk. Mi a következő? Még szombaton lesz egy fergeteges előadás. Igen, ez a Rampolosseumban. Igen, 2 előadás lesz. És Lozánba utazunk már kedden. Tudja, olyan, ahogy mesél, mintha szó szerint egy mese elevenedne meg. Olyan helyeket mond, hajóztak az égei tengeren, lisszaboni világkiállítás. Egyszerűen úgy érzem, mintha egy furcsa filmet látnék pörögni magam előtt, megjegyzem, abszolút megérdemlik. Tehát, és ez nagyon jó dolog, ez így nagyon jó. Főtitkár úr, tudom, hogy nagyon sokat dolgozik. Azt mondhatom, hogy a nevüket már beírták az Isten aranykönyvébe, az biztos. Történelmet írtak, és írnak folyamatosan. Ezt pontosan tudja nyilván főtitkár úr is, hogy ezt évszázadok múltán is emlegetni fogják. Még mondok valamit, márciusban Szibériában megyek. Szibériában? Ott ne maradjanak, figyelj! Csak nehogy kertelységbe vigyenek minket. Szabad téri előadásra. Lehetőleg valami zárt helyen fognak koncertet tartani. Szibériában? Igen, Kijevbe kezdünk, Moszkvába, aztán megyünk Szentpétervár, Jekaterinburg, tehát... Kijev, Szentpétervár. Jaj, Szentpétervár. A csoda. Szépen. 2 évvel ezelőtt voltunk már, most visszahívtam. Kívánhatnának-e szebb díszletet, mint Szentpétervár? Hát nagyon, nagyon szép. Maga a csoda. És aztán Szibéria. Aztán Szibéria. Március. Március. Hát ott a 25 lesz, akkor 30 mínusz. Hát az már ott azért már tavasz kezdődik ott is. Jaj, na hát erre visszatérünk, majd meg fogom kérdezni, hogy milyen volt egy élménybeszámoló Szibériáról. Szívesen állok a rendelkezésére. Főtitkár úr, sajnos lejárt a műsoridőnk, pedig jó volt hallgatni, és olyan jó ilyen sikersztorit hallgatni, hallani, beszélgetni róla. Boldog ember? Elégedett? Van-e valami, ami hiányzik az életéből? És ha van, mi? A felesége. A felesége? Sajnos 15. hónapja már elköltözött, megözvegyültem is. A társ hiánya. Igen. Igen. Tudom, hogy sovány vigasz, de azt mondhatom önnek, hogy végül is a teremtőnél van a legjobb helyen, amit emberi lélek kívánhat a másiknak. Noha nekünk itt maradottaknak nagyon nehéz a hiányt elviselni. A szeretet fél hiányát. Igen, hát elfogadom, csak megérteni nehéz, igen, hogy miért pont. Hát tudja mindig nem érti az ember, mert mindig azt gondoljuk, hogy talán velünk nem történhetnek tragédiák, aztán amikor megtörténik, akkor az ember úgy tükörben néz, és azt mondja, hogy miért. Azt hiszem, hogy talán nem volt még a világtörténelemben olyan ember, aki erre helyes vagy értelmes választ tudott volna adni. Hát igen, a gyermekeim boldogítanak. Igen.
Azt mondhatom vigaszul főtitkár úrnak, hogy amit mondtam is, hogy történelmi tettet hajt végre. Tudom, hogy megkapta a tisztikeresztet, a Magyar Köztársaság tisztikeresztjét. Én azt mondom, hogy ezek nagyon jók nyilván, nagyon jó elismerések, és az ember mindig jobban szereti, ha hátba veregetik, ugye, mint hogyha esetleg megszidják. Ön olyan kitüntetéseknek lehet a birtokosa, amit mi hallgatóik, rajongóik a szívünkből adunk önöknek és önnek, elismerésül a munkájáért. Gyermekeiben ott él a társa, az elvesztett társa. Tudom, hogy nagyon szereti őket és büszke rájuk, és hát a munkája nyilván a munkába temetkezik, tette ezt eddig is. Így van. Évtizedek mindig óta. Mindig is így volt, mindig is így volt. Szibériába vigyázzon magára, vigyen meleg ruhát. És hát gondolom, hogy megint a 2014-es év ugye szervezik, és folyamatosan a fellépések. Hát júniusig már tele vagyunk, mert lesz megint egy francia turné, és ott meg lesz Párizs egy lehetőség, 6 estét betöltő koncertsorozat lesz, de előtte még máshol is leszünk, és már tele van állítólag, mert eladtak minden jegyet. Azt mondják, Párizs megér egy misét. Igen, Teater Champs-Élysées-ben lesz, tehát az nem mindegy, hogy tulajdonképpen Párizs eljött a 100 tagú cigányzenekarért. Én azt gondolom, hogy nagyon elégedett ember lehet. A munkámmal mindenképpen elégedett vagyok, de vannak még kibányászatlan területek, és szeretnék minél nagyobb sikert még elérni a zenekarral, és még több helyre elvinni a zenekart, és még több nagyon jó közönségnek a drága jó lelkét szórakoztatni. Köszönöm, ez volt a legszebb végszó. Főtitkár úr, én kívánok önnek kitartást, és tulajdonképpen magunknak is kívánom, hogy a 100 tagú cigányzenekar tovább csillogtassa kiváló muzsikusait, és ugye az utánpótlás meg, amiről beszéltünk, hogy milyen fontos, hogy soha ne szakadjon meg ez a gyönyörű történelmi, zenei történelmi folyamat, amit önök létrehoztak. Én gondolkodtam, hogy mit kívánjak önnek, azt gondolom, hogy az Isten áldását kívánom, mert akkor mindent kívántam. Amen, úgy legyen. Töretlen munkakedvet és áldást a munkájukhoz. Én nagyon boldog vagyok, hogy megismertem, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Köszönöm a lehetőséget. Ugye milyen szép embermese volt ez. Olyan gyönyörűen kibontakozott, nem csak egy ember életének a meséje, hanem több mint 100 emberé. Én kívánok önöknek zenével teli napokat, szeressék a 100 tagú cigányzenekart, legyenek büszkék rá, hogy a mi kerületünkben élnek és próbálnak, és legyünk büszkék arra, hogy a magyar milyen csodákra képes. Szép napot kívánok!